Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. Elvesztette hazai veretlenségét a kisvárdai női kézilabda csapat. Kosaras megállapodása még hatékonyabb utánpótlás nevelésért. Egy hónapon keresztül Stuttgartban készül majd Bakosi Péter. A feljutást célozta meg a Nyíregyházi Sportcentrum SAK csapata. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli. Elveszette hazai veretlenségét a kisvárdai női kézilabda csapat. Vlatko Gyonovics együttese a Siófokot fogadta, és a vendégek 27-22-es győzelemmel távoztak a városi sportcsarnokból. Egy nagyon szoros mérkőzést játszottunk, és úgy gondolom, hogy végpartiban voltunk, és még a vége előtt szerintem 3 perccel is meg tudtuk volna fordítani, vagy egy X-et legalább kihozni belőle. Hát sajnos bebecsúsztak hibák itt védekezésben, sok 2 percet kaptunk, és akkor azért hát egy ilyen jó Siófok ellen nehéz, hogyha kevesebben vagyunk. Mindig ott egy kicsit hozzátettek az eredmény közé, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem lehetünk elégedetlenek, de azért ebbe több is lehetett volna. Nagyon jól kezdte a csapat a bajnokságot, ugye a legutóbbi 2 meccsen viszont vereséget szenvedtetek. Mennyire vagy elégedett az eddigiekkel? Igen, jól indítottunk. Voltak ugye döntetlenjeink, amiből lehetett volna talán több is, de hát ez most már így alakult, azért figyelnünk kell itt a továbbiakban, és úgy gondolom, hogy jó meccsek jönnek, úgyhogy majd rajta leszünk, hogy minél jobban teljesítsünk. Te az egyike vagy annak a 2 kísérdei játékos, aki bekerült a válogatott bő keretébe. Számítottál rá? Igen, számítottam rá, mivel ugye voltam most legutóbb is a válogatottban, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem volt meglepetés. Hát majd a szűkítésnél majd meglátjuk, hogy dönt a szövetségi kapitány. Az majd ugye egy hónap múlva kiderül. Milyen esélyeket látsz a posztrivális egyiddel szemben? Gondolom, azért szeretné ott lenni a franciaországi Európa-bajnokságon. 2 fiatal van mellettem. Látok rá esélyt, hogy megyek. Ez persze még azon is múlik, gondolom, hogy itt a következő meccseken hogy teljesítek, de szerintem lehet, hogy már el is dőlt. Nem tudom tényleg, hogy megyek-e, meglátjuk. Milyen érzés egy olyan meccset elveszíteni, amilyen több bravút is bemutattál a kapuban? Nagyon csalódott vagyok, mert sokkal többet éreztem ebben a mérkőzésben. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól felkészültünk az ellenfélből. Nagyon küzdöttünk is, tehát egy harcos meccs volt. Itt az utolsó, hát egy második fél idő közepétől fejben fáradtunk el, én úgy éreztem. Nagyon sok új játékos érkezett a nyáron közöttük, te is. Új csapat épül, mennyire vagy elégedett az eddigekkel, a játékkal, az eredményekkel? Személy szerint én úgy érzem, hogy jól váltottam, én nagyon jól érzem magam itt a csapatban. Én azt gondolom, hogy itt az első, tehát ugye a bajnokság eleje jól is sikerült számunkra, így talán a Vác meccsel van ugye hiányérzetünk, mert azt nagyon szerettük volna megnyerni. Összességében én pozitívra értékelem, nyilván én nagyon maximalista vagyok, szóval minden egyes meccs után általában van egy kis hiányérzetem, de összességében pozitív szerintem. Ott vagy a válogatott bő keretében, milyen esélyt látsz arra, hogy ott lesz a Franciaországban is? Hát igen, ez nem egyszerű kérdés, ugye 4-en vagyunk a bő keretben benne, kapusok. Többek között a többiek már azért régóta kerettagok, én úgymond újnak számítok. Természetesen ezért dolgozom, hogy ott lehessek, nagyon szeretnék ott lenni. A többi az az edző döntése. Együttműködési megállapodást írt alá a Nyíregyházi Sportcentrum, az NKK, a Nyíregyházi Élsport Kft. És a Nyírpazonyi Kosárlabdázók Egyesülete. A cél az, hogy nőjön a csapatok száma, és minél több játékos neveljenek a Nyíregyháza búság számára. Új sportszervezetek alakultak, új egyesületek kezdtek el foglalkozni kosárba utánpótlás neveléssel, és ez azért is fontos, mert 2005-ben már volt egy hasonló megállapodás, de az egy 6-7 hónap múlva le fog járni. Tehát meg kell újítanunk azt az együttműködést, amely alapján lefektettük annak az alapjait, hogy a Nyíregyházi Kosárba Klubban, Nyírpazonyi Kosárba azok egyesületre, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Milyen feltétel rendszerben végzi munkáját Nyíregyházán,
Nyíregyháza környékén, kinek nevel kosárlabdázókat, és milyen korosztályokba adják át azok a sportszervezetek a kosárlabdázóikat, akik már egy bizonyos korosztály után nem nevelnek tovább. Gondolom van egy jelenlegi helyzet. Mi az, és hová szeretnétek eljutni? Jelenlegi helyzet az, hogy 27 utánpótlás csapat működik 23 edzővel a négy sportszervezetben, 409 versenyzővel, és a terveink szerint ez 2029-re 487 versenyző lenne, 32 csapattal, és több mint 30 edzővel. Illetve azzal is, hogy a felnőtt csapatok számát is szeretné bővíteni az együttműködő felek, hiszen jövőre a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. MB2-es kosárlabdás csapatot is fog indítani. A cél az, hogy ez a létszám ez 2022-re elérje ezt a tervezett létszámot, az, hogy az együttműködés ez gördülékenyen működjön, mindenki lássa azt, hogy akik egy bizonyos korosztályig nevelnek, azok utána hova adják át a gyerekeket, a gyerekeknek legyen egy jövőképe. Hogyha például nálunk befejezik 16 éves korba a kosárlabdázást, hova kerülhetnek tovább Nyíregyházán. Ezt mi azzal segítjük, hogy akik eligazolnak tőlünk, azokért a Nyíregyháza Kosárlabdaklub, vagy a Nyíregyházi Kosárlabdázók Egyesülete, vagy a Sportcentrum pont az élsporttól nem fog kérni nevelési költségtétést, ezek nagyon jelentős összegek. Mind azt mondja, hogy mindenki egy célért dolgozik, azért, hogy legyen eredményes fiú és férfi kosárlabda Nyíregyházán. Tárgyi, személyi, anyagi feltételek adottak a fejlődéshez, az előléphez? Tárgyi feltételek azok folyamatosan bővülnek, hála a TAO rendszernek, amiért külön köszönhet Magyarország kormányának. Nagyon sokat fejlődött és javult a nyíregyházi kosárlabda sport helyzete. Folyamatosan újulnak meg tornatermek, iskolai tornatermek, létesülnek mobil, illetve telepített kosárlabda pályák a városban, ezt mindenki láthatja. A mi részünkről azt mondhatom, hogy ilyen jó körülmények között rég dolgoztak a gyerekeink, minden tornaterem, ahol dolgozunk, parkettás, plexipalánkos, szépen világított felújított öltözőkkel rendelkezik. Ezen is lehet még javítani, célunk van ebbe is, vannak terveink ebbe is, de hát az majd egy másik lapra tartozik. Ugye a gyerekek az edzések mellett játszanak, és nem csak bajnokságokban szerepelnek, hanem különböző tornákon is. Aktuális a téma, hiszen a hétvégén rendezitek a hagyományos ötves kupát, milyen mezőnye, milyen korosztályban. Pontosan ennek az együttműködésnek az egyik célja az, hogy mindenki az erejéhez mérten és a tehetségéhez mérten próbáljon olyan utánpótlás rendezvényeket szervezni, amelyek ezt az együttműködést segítik, ezt a nevelő munkát segítik. Nyíregyházi Kosárlabdaklubba hétvégén harmadszor nemzetközi mezőnye, egyébként már tizedszerre rendezi meg az ötves kupa jelen pillanat nemzetközi fiú utánpótlás kosárlabda tornát a 16 éves fiúk részére. 8 csapat vesz ezen részt, 3 első osztályi külföldi klubnak a közvetlen utánpótlás csapatai jönnek, Szerbiából Veszprémről, Szlovákiából Svidből és Romániából Nagyváradról. Ezen kívül lesz 5 magyar csapat, 2 nyíregyházi, a Nyíregyházi Sportcentrum 16 éves A csapata, az akadémiai csapat, a Nyíregyházi Kosárlabdaklub, és még 3 akadémiai csapat, Pécsről, Debrecenből és a Budapesti Honvéd Akadémiai csapata vesz részt. Tehát igen, erős mezén lesz, hogy mondtam, 4 akadémiai csapat és 3 külföldi első osztályi klub utánpótlás csapata vesz részt. Pont azért, hogy az akadémiai rendszerben, amely kötelezően elő például 16 éves korosztályban 6 nemzetközi mérkőzés lejátszását, ezt ezek a csapatok itt nagyrészt meg is tudják valósítani. Milyen hozadéka lehet a nívós meccseken kívül ennek a tornának? A nyíregyházi részről mindenképpen azt kell néznünk, hogy az NKK, meg mondjuk a sportcentrum részről meglátjuk azt, hogy ugyanebben a korosztályban sportoló, nevelkedő gyerekeink hol tartanak egymáshoz képest. Nagyon fontos ez, mert 16 éves korig nevelünk mi, ahogy mondtam, és 18 éves korban átadjuk a sportolóinkat. Már majd nagyjából látszik az, hogy ki milyen helyre kerülhet, hogyha a 18 éves korában átirgozol a sportcentrum akadémiai csapatához. A másik része meg az, hogy azt hiszem, hogy a sportban lévő együttműködés megmutatja azt, hogy ezekkel az akadémiai csapatokkal, ezeket a külföldi csapatokkal hogyan tudunk együtt dolgozni, ki hol tart és milyen szakmai úton jár. A sportprogramon kívül jut-e valamire idő, meg tudok-e valamit mutatni a gyerekeknek a városból? Hagyományosan már minden év szombat délelőttjén nem rendezünk meccseket, azért, hogy a gyerekek el tudjanak menni megnézni Nyíregyháza azon idegenforgalmi látványosságait, amelyeket hírünket viszik. Idén, meg már tavaly is az állatpark volt a fő célpont, most is ez lesz. Délőtt elvisszük valamennyi gyereket az állatparkban megmutatni nekik ezt a szépséget Sóstófürdőn. Az hiszem a torna helyszínét még nem említettük, és akkor pontosan a kezdés és a döntő időpontja. A kezdés időpontja az péntek délután 17 óra, akkor kezdődnek a csoportmérkőzések a Bánki Dunás szakképzőiskolában és a Vescsik Vilmos élelmiszeripari szakképzőiskolában, a döntő pedig vasárnap 13 órakor kezdődik a Bánki Dunás szakképzőiskolában. A szövetség sok mindent tesz a sportág népszerűsítésért, a tömegbázis növelésért, ez a megállapodás helyszinten mennyi segítséget jelent ezeknek a céloknak a megvalósításában. Természetesen egy ilyen együttműködés megkötésekor mindenki pozitívan és optimistán áll a dolgokhoz, és nagyon bízunk abban, hogy sokat fog segíteni. De ha csak a tényeket nézzük,
ugye az a célja a szövetségnek, hogy egyirányú legyen ez a fejlődés, és valahol a piramis csúcsán egy élcsapat, egy első osztályú csapat legyen, és úgy gondolom, hogy ez az együttműködés kapcsán teljesülni is fog. Azzal, hogy nem csak Nyíregyháza, hanem Nyíregyházán kívüli csapatok is bekerülnek a kosárlabdázás helyi térképére, vagy fölkerülnek a térképére, úgy gondolom, hogy a bázisunk nő, és a lehetősége annak, hogy esetlegesen olyan tehetséges gyereket találjunk, aki majd valamikor segíteni fogja az élcsapatunknak a munkáját, játékosként, vagy akár vezetőként, vagy támogatóként. De természetesen azon túl, hogy ilyen célokat tűznénk ki, az is nagyon fontos számunkra, hogy minél többen szeressék meg a kosárlabdát. Sokféleképpen lehet kosárlabdázni alacsonyabb, magasabb szinten, de lehet csak szeretni a kosárlabdát, és annak is örülünk, hogyha ilyenekkel bővül a kosárlabdázásnak a családja. Te gyakorlatilag azt az utat jártad végig, amit most itt kijelöltetek, hiszen egy kis településről indulva jutottál a magyar bajnokcsapatig, válogatottságig. Mennyire lehet inspiráló te például a fiatalok számára? Nem tudom, hogy mennyire ismerik, vagy mennyire lehet ez inspiráló, de úgy gondolom, hogy bizonyíték lehet mindenképpen, hogy bárhonnan el lehet jutni bármilyen szintig, és azt hiszem, hogy az én hibám az volt, hogy egy kicsit későn hittem el, hogy még tovább is lehetett volna jutni, hiszen mindig azt gondoltam, hogy egy válogatott játékos az nem is a földön jár, és az olyan csodálatos dolog, hogy az valami hihetetlen. Az, hogy egy válogatott játékos az vagy a válogatottban játszani csodálatos, az most is megmaradt, hiszen valóban mindenkit csak arra tudok bíztatni, hogyha van lehetősége, akkor tegye meg és érje el azt, hogy játszhasson egy ilyen csapatban, de úgy gondolom, hogy azért mindenféleképpen bizonyíték lehet az, hogy akár a legkisebb településről is bármeddig el lehet jutni. Nyírpazon egyik fehér foltnak számított a kosárlabda térképe, most már nem, az milyen indítatásból kezdtétek el a sportág oktatását, megismertetését a fiatalokkal? Én jó magam a Nyíregyházi kosárlabda klubbal együtt dolgoztam már 20-25 évet, tehát az indítatás az innen van, én nyírpazoni lakos vagyok, és szerettem volna volt általános iskolámban megkonosítani ezt a dolgot. Nagyban hozzásegített az, hogy az állami beruházással a megépülendő 20 sportcsarnokból az egyiket éppen Nyírpazony kapja, és ebben az új sportcsarnokban szeretnénk a kosárlabdát megkonosítani. Jelenleg hány gyerek kosárlabdázik azonban? 25-27 általános iskolás alsó tagozatos korú gyerek kezdte el a sportolást, és ehhez egy megyei csapatot szeretnénk felnőtt bajnokságban elindítani. Egyébként milyen volt a gyerekek részéről a sportág iránt a fogadókészség? Nagyon tetszett a gyerekeknek, tehát a kosárlabda egy népszerű sportág, tehát ezt tudjuk nagyon jól. Ez egy olyan sportág, amit egyedül is tudnak játszani. Nem kell hozzá sok minden, kell egy palánk, kell egy labda, és két streetball pályát két évvel ezelőtt a Nyíregyházi kosárlabda klubban, ami már építettünk Nyírpazonyban, úgyhogy adottak voltak a lehetőségek. Soha nem lehet tudni, hol tűnik fel egy tehetség, milyen lehetőségük lesz tovább lépni azoknak, akik esetleg abszolút tehetségesnek bizonyulnak. Ezt a megállapodást azért kötöttük, hogy ezeknek a tehetségeknek nyílt egyenes útjuk legyen a Nyíregyházi Sportcentrum, és esetlegesen a Blue Shards NB1-B-s csapatához, ami reméljük, hogy akkorára már egy NB1 csoportos csapatot képvisel. A jövő hét elejétől egy hónapon keresztül Stuttgartban készül majd Bakocsi Péter. A nyíregyházi magasugró edzéseit Kis Tamás, a német atléta válogatott ugrószakágának vezetője irányítja. Ez a szezon ez nem igazán úgy sikerült, ahogy terveztük. Nagyon jól indult a németországi felkészülése, sajnos egy tavaszi sérülés annyira visszavetette, hogy a nyári szezonban szó szerint szenvedett. Egy-két versenyen tudta igazából a jó versenyző adottsággal, hogy a bajnokságot meg tudta nyerni, meg még a Gyulai Memoriálon is jól ugrott, de azt gondoltuk, hogy ennél azért többre lesz képes ebbe az évben. Korábbi edzőhöz Kis Tamáshoz utazik ki Stuttgartba Peti, aki ugye a német atlétaválogatott ugrószakágának a vezetője. Milyen plusz tud ő hozzátenni a felkészüléséhez? Először is ugye ez az apa-fia versenyző-edző kapcsolat, ez nem igazán úgymond egészséges hosszú távon. Mi eljutottunk odáig Petivel, hogy azt hiszem, hogy a maximumot kihoztuk ebből a dologból. Most van ott a
helyzet, hogy változtatni kell, és már tavaly ugye Tamással dolgozott, és az nagyon eredményesnek tűnt. Tamás elvállalta most is, hogy a felkészítését. Én természetesen, ha itthon lét alatt besegítek, amiben csak lehet, de a felkészülés irányítását az Tamás végzi. Azt gondolom, hogy az eredményei, amit a tanítvány az idei Európa-bajnokságon ugye elértek egy ezüst meg egy bronzérmet, szerztek a tanítványai, azt gondolom, hogy jól kezekbe fog kerülni, és a sérülés nem fogja zavarni, azt gondolom, hogy jó idényt fog zárni, vagy jó idényt fog igen zárni. Hát természetesen a cél, egyelőre a tél, a fedett pályás Európa-bajnokság, ugye már két EB-n részt vett. Én remélem, hogy ha felkészülése jól sikerül, akkor az idei fedett pályás Európa-bajnokságon eredményesen fog szerepelni. Picit távlati cél, hiszen már nincs olyan messze, gondolom a tokiói olimpia. Centiméterben hová kellene jutni az, hogy legyen esélye majd a jövő év VB-n, aztán az olimpián is elindulni? Az igazság az, hogy most a hírek szerint a Nemzetközi Atlétikai Szövetség megváltoztatta a kvalifikációs rendszert, és behozta, vagy be akarja hozni a teniszhez hasonlóan ilyen pont versenyes dolgot. Ezért nem tudjuk, nem látjuk tisztán, hogy mi az az eredmény, ami kell egy olimpiához, de én azt gondolom, mindenképpen kell 230 cm-t ugrani ahhoz, hogy a 28-30 versenyzőbe bekerüljön, tehát aki részt tud venni majd az olimpián. Talán nem túlzás azt mondani, hogy volt már sikeresebb eredmény és szezonod az idejénél, te hogy érzed, hogy látod? Igen, volt már sikeresebb szezonom. Ez az év ez nem úgy alakult, ahogy terveztem. Sok sérüléssel küzdöttem ebbe az évbe, de úgy érzem, hogy ez se hátráltat meg abban, hogy a következő idényre még nagyobb lendülettel készüljek, mivel hamarosan itt az olimpiai éve, és ott azért meg kéne mutatni, hogy mit tudok. Egy hónapra, minimum egy hónapra Németországba utazol Kis Tamáshoz, készültél már nára. Mire lesz jó ez az időszak, hogy néz ki majd az ottani programod? Igen, Tamással az előző évben kezdtem el a munkát. Ő nagyon jó volt a felkészülésem, én tényleg nagyon éreztem magamat, nem éreztem még úgy magamat, hogy ilyen jó formában lennék. Sajnos ott is egy sérülés hátráltatott, és igazából edzői utasítással nem versenyezhettem, pedig én versenyeztem volna. Én szerintem most kimegyek egy hónapra, megint egy nagyon jó felkészülésem lesz, motivált vagyok, és várom azt, hogy el tudjak újra ismét kezdeni versenyezni nagy lendülettel. Milyenek a stuttgarti körülmények egyébként, gondolok itt a tárgyi feltételekre, az edzőpartnerekre, az edzés lehetőségekre? Igazából ami különbség van itthon és a kinti felkészülésem között, az az edzőtársak. Kint nagyon sok olyan edzőtársam van, aki ő velem egyszintű vagy jobb is, egyszerűen olyan versenyhangulatot tudunk minden edzésen kialakítani, ami itthon nekem hiányzik. Felkészülésben ugye ott is igazából minden egy helyen van, mint itthon, csak az edzőtársak a különbség. A következő speciális év lesz, hiszen a világbajnokság nem a megszokott nyári időpontban, hanem novemberben lesz, az követő évben olimpia. Hogyan szeretnéd felépíteni ezt az előttünk álló szűk két évet? Igen, két éve van az olimpiáig. Télen lesz egy fedett EB Glasgow-ba, ott szeretnék ismét részt venni rajta, mint az előző két fedett EB-n. A nyári szezon viszont egy kicsit érdekesen fog alakulni, mivel a nyári világverseny, a világbajnokság az majd ősszel lesz, szóval a felkészülésemet is úgy kell alakítani, hogy a őszi szezonra jön ki a forma. A feljutást célozta meg az NB2 Balta csoportjában a Nyíregyházi Sportcentrum SAK csapata, az NYC a bajnokság harmadik fordulójában az újonc Nyíregyházi Egyetem együttesét verte 9-3-ra. 12 csapat vesz részt az NB2 küzdelmeiben, ebből három Szabolcs megyei csapat, az egyik a Tiszavasvári, a másik a Nyíregyházi Egyetem, amelyik egy teljesen új egyesület, a harmadik pedig, ami talán a legerősebb csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum csapata, második szezont kezdjük az NB2-ben. Hogyan sikerült az első szezon? Vérmesebb reményeink voltak, mint a tényleges helyezés. Nagyon szeretünk volna érmes helyen végezni, végül lecsúsztunk az ötödik helyre, mivel az utolsó fordulóban egyetlen pontocskával kellett volna többet szereznünk, és abban az esetben sikerült volna a bronzérem. Ez még a harmadik forduló, ennek a szezonnak milyen célokkal vág neki az együttes?
A Nyíregyházi Sportcentrum nagyon-nagyon szeretné megnyerni az NB2-t, hogy feljebb jusson az NB1-be. Ehhez a sportcentrum a kellő támogatást, a hátteret megadja, a többi a játékoson múlik. A játékos garnitúránk jó, erősítettünk a tavalyi évhez képest, de természetesen kell ehhez még az erősebb szív, az erősebb akarat a küzdelmekben, ugyanis az ellenfelek is rendkívül erősek. Csak egy példaképpen mondanám el, hogy az egyik legkomolyabb ellenfelünk, Miskolc csapatát, első táblán egy francia színekben versenyző idős nagymester tartja. Szó volt arról, hogy milyen erősségű nagymester játszik a miskolci csapatban. Itt megyei szinten milyen erősségűek a játékosok, kik azok, akikre oda kell figyelni. Régóta, tizenvalahány éven mióta Nyíregyházára költözött Budapestről Varga Péter, mindannyian ismerjük a Kölcsei TV-ből, a Lólépésben sakmagazinból. Ő régóta a legmagasabban jegyzett megyei régióbeli játékos, egy igen erős nemzetközi mester, akinek értékszáma nemzetközi nagymesteri volt, és egy fiatal tehetségünk, a munkácsi illetőségünk, magyar színben játszó Tiba Vladislav, éppen ebben a hónapban szerzett nemzetközi mesteri címet, megszerezte mindhárom normát, és értékszámát 2400 felé emelte. Igen kiváló edzője van Tiba mesternek, és talán reményeink van arra, hogy a nagymesteri címet is el fogja érni, de hát Tiba oly fiatal, még alig töltötte be a 20. életévét. Én bízok benne, hogy 30. életévének elérését megelőzően már nagymester lesz ez a fiatal titán játékosunk, tehát a Nyíregyházi Sportcentrum második számú játékosáról van szó. Beszéljünk egy picit az alacsonyabb szintekről, megyei első, megyei másodosztályban, mikor indult be a bajnokság? A megyei első osztályú csapatbajnokságban már megindult a küzdelem, és a második fordulóra november 4-én fog sor kerülni különböző helyszíneken. A megyei másodosztály még nem került kiírásra, illetve nem került megkezdésre. Az hagyományosan a tél kezdetén kezdődik, és február-március hónapban szokott véget érni. A sakk egy népszerű sportág, mennyire lefedett, vannak-e nagyobb fehér foltok? Vannak sajnos. Néhány sportcentrum van, néhány sakkcentrum a megyében, jellemzően ugye Nyíregyháza, de erős csapata van Kisvárdának, Nyírbátornak, Balkánynak és Tiszavasvárinak is. Sajnos néhány korábbi sakkcentrum megszűnt, gondolok itt mondjuk Záhonyra, kissé fehér folt Máté-Szalka térsége, Fehérgyarmat nem ott mindig is volt sakkcsapat, de az ifjúság terén már látszik az utánpótlás, tehát igen komoly reménységek nevelődnek már Máté-Szalka környékén is. És egy szóval a megyében vannak fehér foltok is, úgy látjuk az ifjúsági nevelőmunka eredményeképpen ezek a fehér foltok fel fognak számolódni, már amennyiben a sakkozóknak az egyesületek keretet is fognak adni. A Polgár Gyuri nevével fémjelzett sakkpalota program ugye az általános iskolákban is elindítja a sakkoktatást, ez mennyi segíthet a bázis nevelésében? Rendkívül sokat segíthet, mivel ez megkedvelteti a sakkpalota program a sakkot a gyerekekkel. Tulajdonképpen a sakk és matematika összefüggésére épül a Polgár Judit féle sakkpalota rendszer, és ez nagyon sok gyereket vonz be a szellemi boxnak, a sakknak a küzdelmeibe, akik megszeretik és értékelni is fogják a sakkot. Ezekből a gyerekekből fognak nevelkedni azok, akik gyermekversenyeken, diákolimpiákon képviselik iskoláik színeit, és bekerülnek a sakkversenysportba, ahol már nemzetközi értékszámokat is szerezhetnek. A már gyerekekről van szó, nagyon nagy népszerűségnek örvend minden évben a Mikulás Kupa. Idén mire lehet majd számítani? Természetesen decemberben a szövetség meg fogja szervezni a Mikulás Kupát, ahová az ország minden tájékáról legalább 200 gyereket fogunk várni. A Mikulás Kupa ugyanis csak gyerekeknek való, felnőttek ott nem indulhatnak, mi felnőttek ott rendezők vagyunk, bíráskorunk, szervezünk és más egyéb ilyen tennivalót látunk el. Hazai pályán szenvedett vereséget a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese a TFS-i csapatától kapott ki 79-56-ra. Eleve a játékvezetésnek a felfogása olyan volt, hogy szerintem a fauthatár az valahol a csillagos égen volt fönt, és ugye a TF eleve egy agresszív, kemény játékot játszik, tehát tömegben, magasságban és mindenben, tehát sokkal erősebb voltak, erősebbek voltak, sokkal rutinosabbak voltak. Tehát mi kis vékony, dongáj lánykáink azért nagyon, nagyon nehezen tudták azt a rengeteg elzárást megoldani. Tehát ugye itt azért menni kellett volna az emberekkel, de ha elváltottuk, akkor is a
az ütközéseknek megelni. Tehát a centerek azok igencsak jól fogtak pozíciót, kinti emberek jól dobtak, tehát Isten igazából, tehát most mindegy volt, hogy mire helyeztünk nagyobb hangsúlyt, tehát próbáltuk a védekezésbe is váltani, tehát emberfogásba próbáltunk zóna védekezést, tehát megnéztük a 2-1-2-t, megnéztük a 3-2-t, Isten igazából minden egyes zónánál, vagy emberfogásnál mindig volt egy olyan üres hézag, amit nem tudtunk megoldani, tehát amiben a pontot kaptunk. Azt hiszem, talán még mindig az emberfogás volt az, ami a leginkább működött azzal, hogy minden egyes blokkot elváltottunk. Tehát így tudtuk egy picit lelassítani őket, és a második fél időben azért egy egészen jó mérkőzést játszottunk. Tehát az elején lett meg ez a különbség, ami meglepett meg az első fél időben. Voltak rutinos visszatérők, látszott a jelenlétük a csapaton? Tehát egyértelmű, tehát ugye azért ilyen mérkőzéseken, amikor nem csak arról szól, hogy gyors lerohanások, és akkor futunk, mert annyira nagyon sok a kihagyott helyzet, tehát itt azért nagyon látszott az Annának a rutinja középen irányító poszton, tehát ugye nekünk mindig is az volt a gondunk, hogy volt Dia irányító posztra, és volt Anna, tehát a Dórit, a Fekete Dórit a szükségmegoldásként próbáltuk megvetni irányítóba, megoldott ő az eddigi mérkőzéseken, de mégse ez az ő igazi helye, tehát ő jobban szeret azért kettes poszton kosárlabdázni. Jó volt, tehát az Anna azért igyekezett úgy összefogni ezt a társaságot, hogy jó legyen. Vivien pedig én úgy gondolom, hogy teljesen jó szádba a mérkőzésben, mert megvoltak a pontjai, tehát a védekezésben jó, azért tudta, hogy mikor merre kellene lépni, hogy neki eleve az Ósival is olyan az összeszokottság, ami ugye gyerekkoruk óta együtt játszanak, ami azért tanulható, de is igazából, tehát amikor már úgy lép, vagy úgy passzol, ahogy ezt meg kell oldani, akkor abból sok jó jött ki, és hát a Simoncsi Petra is nagyon jól tért vissza, ugye ő elment Budapestre tanulni, a tanulás mellett nem igazán akart kosárlabdázni, de végül annyira hiányzott neki, hogy mi úgy gondoltuk, hogy nekünk nagy segítség, ezért ő szintén visszajátszik, tehát így azért aránylag már egy egész teljes csapat volt, főleg azért, mert azokat a sérülteket, akik most nekünk vannak, azokat valamilyen szinten pótolni kell, és nem lehet csak a fiatalokból, mert ugye a kadett korosztály is tényleg nagyon ügyesen szállt be, a két lány, a Timi és a Lili nagyon agresszívan, keményen léptek be, de mégis azért a rutintalanság, a tömeg azért az egyértelműen látszott. Ugye ott volt most pontosan a Karakó Dorinának az esete, aki gyönyörűen ment fel, gyönyörű blokk volt, viszont abból a blokkból olyan csúnyán esett le, hogy most viszonylag legalább egy hetet ki kell hagynia, mert ugye agylázkodás gyanúval vittük be a kórházba, de hál' Istennek csak egy ilyen nagy púp nőtt a fején, amit szép lassan már lelohadt, és lehet, hogy tehát a következő héten már ugyanúgy edzésbe fog tudni állni. Tehát úgy gondolom, ebből a mérkőzésből a maximumot hoztuk ki, amit csak lehetett. Újabb nehéz mérkőzés jön a Vasas csat ellen idegenben, gyakorlatilag ez is olyan meccs, ahol előre borítékolható a végkimenetel. Az igazság, hogy ez meg egy fordított mérkőzés lesz, mert itt viszont ezek a fiatal játékosok a Vasasban, ezek viszont úgy fognak futni, mint a nyulak. Tehát itt viszont nekünk ebbe kell valamilyen szinten fölvennünk a versenyt, és abba kell okosnak lenni, hogy megpróbáljuk abban a szituációban, amikor nálunk van a legalább akkor lassítani, és a fölösleges eladott labdákat kerülni, és akkor játszhatunk egy jó mérkőzést. Ugye ott is attól függ egyébként, hogy melyik társaság fog bejönni játszani. Tehát hány játékos fognak az A-ból visszajátszatni, de valószínűsíthető, hogy több játékost is, mert mi próbáltuk szombatra kérni a mérkőzést, de közölték, hogy nem, mert ugye szombaton más mérkőzés van, és vasárnap fogunk tudni csak játszani, tehát ugye ebből gyanítható, hogy az A-ból több játékos is le fognak játszatni. Na most itt ugyanez a cél, hogy azokat a dolgokat, amik nekünk a későbbi mérkőzésekre szükségesek, azokat gyakoroljuk, megpróbáljuk ebből a lehető legtöbbet kihozni, minél kevesebb eladott labdával játszunk, és a lehető legkevesebbet pontot kapjuk majd. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!